Noémi sokféle sportágat kipróbált, de régi álma, hogy színpadra állhasson. Azért érkezett a hétvégi fitness modell válogatóra, hogy a Szakács Team tagja lehessen, és hogy kipróbálja magát akár már tavasszal. Nagyon közel állt hozzám a súlyzós edzés, ugye egészen régóta csinálom, és elég sok sportágban ugye ki is próbáltam magam, volt, ami sérüléssel járt, és esetleg nem tudtam úgy folytatni magasabb szinten. Hát és akkor úgy gondoltam, hogy elég közel áll hozzám. Egyébként nagyon szeretem a színpadi szereplést, úgyhogy meglátjuk. A pózokat Frank Hashtab Lilla mutatta be a jelentkezőknek, akinek szintén egy válogató jelentette az első lépést a fitness modellkedés felé. Az idei évben egy abszolút kategóriát kivéve minden szövetség minden versenyét megnyerte, ahol elindult. Sőt, legutóbb a profik között sem talált legyőzőre kategóriájában. Úgy voltam vele, hogy ezek most nagyon-nagyon erős versenyek lesznek, tehát a versenytársaim nagyon-nagyon tehát erős mezőny volt, izmosak voltak a lányok, szárazak voltak, vékonyak, nagyon jó formát hoztak, és köztudottan ezek a legrangosabb versenyek Magyarországon, úgyhogy abszolút nem vártam, hogy mindent meg fogok nyerni, de nagyon-nagyon örülök neki. A toborzón új versenyzőket kerestek, de néhányan azért érkeztek, hogy szakemberekkel edzhessenek a későbbiekben. Lássuk be, Lila az egy csoda. Tehát ilyennel még az elmúlt 30 évenben én sem találkoztam, hogy valakivel másfél év után ilyen nagyon komoly sikereket érünk el. De a múltkori merítésből is fél éve volt körülbelül egy válogatónk. Ott is azért egy ilyen 3-4 hónapos felkészüléssel egész jó testeket tudtunk elérni. Tehát mindenki nagyon pozitívan zárta. Nem mindenki lett bajnok, mert nem mindenki lehet bajnok, de amit szerettünk volna, vagy ők szerettek volna, mindenkinek elértük a célját. A válogatóba ezúttal online is bekapcsolódhattak a jelöltek. Szakács Sándor elmondta, hogy azok közül, akik személyesen jelen tudtak lenni a válogatón, 3-4 lány, köztük Noémi is, akár már tavasszal színpadra állhat.